Боже. Köszönjük, hogy nem csak Istenünk vagy, hanem szerető Atya is egyben. Dziękujemy, że Ty nie jesteś len náš Boh, ale aj milujúci Otec v jednom. Sőt, Te abba is vagy, Apuka. A taktiež aj v tom si Otcom. És tudjuk, hogy Apukának a kisgyermekek szólítják a szeretett Apukát, édesapát. A vieme, že tie deti, ktoré sú milované, oslovujú svojho milovaného Otca Oteckom. És mi tudjuk azt, hogy szeretve vagyunk. A vieme, že sme milovaní. És mi is nagyon szeretünk Téged. A mi ťa veľmi milujeme. A mi szívünk megtelik örömmel. Naše srdcia sa naplňujú láskou. A mi bensőnk megnyugszik. Naše vnútro sa upokojí. Amikor átadhassuk az életünket újra és újra Neked. Keď opätovne môžeme odovzdať naše životy Tebe. És olyan könnyű énekelni az énekeket hangosan is, teljes szívből. A tak je ľahké spievať piesne na hlas a zo srdca. De amikor jönnek a hullámok és a szelek és a vizek. Ale keď prichádzajú tie vlny a rôzne vetry. Akkor összeszorul a mi szívünk. Tak sa naše srdcia zovrú. És elkezdünk kapkodni. A začneme robiť chaoticky. És olyan nehéz megnyugodni. A ťažko je upokojiť sa. De mi tudjuk azt, hogy a megoldás sokszor abban van, hogy mi keressük a békét. Ale vieme, že to upokojenie je veľakrát v tom, alebo to riešenie, že hľadáme pokoj. Ebben a világban nincs békesség. V tomto svete nie je pokoj. De Te kivívtad nekünk a békességet a kereszten, Úr Jézus Ale Krisztus. Ty si vybojoval tento pokoj, Pane Ježišu, na kríži. És a feltámadásodban is. Aj v Tvojom zmrtvých staní. És abban is, hogy elküldted a Szent Szellemet nekünk. Aj v tom, že si nám zoslal Svetého Ducha. Hogy ne maradjunk itt árván, hanem legyen nekünk vigasztalónk. Aby sme tu neostali sírotami, ale aby sme mali útešiteľa. És Te nem tudsz megvigasztalni senkit, Uram, aki nincs szorult helyzetben. Ale Ty nevieš potešiť nikoho, kto nie je v úzkosti. És mi megvalljuk Neked, hogy mi sok szorult helyzetben vagyunk. A mi Ti vyznávame, že veľakrát sme v situáciách úzkých. És olyan bonyolult kijönni ezekből. A je ťažké z toho vyjsť. De egyedül benned akarunk bízni. Ale chceme len Teba dúfať. Nem félni, csak hinni. Nie báť sa, ale veriť. Ad, hogy kivívjuk ezt a nagy győzelmet. De aby sme vedeli vybojovať toto veľké víťazstvo. Amen. Amen. Hoztam új szövetségi igéket, drága testvéreim, mindenkit szeretettel üdvözlünk. Každého srdečne vítame a doniesol som novozmluvné slova. Örülök, hogy ilyen szép számban összejöttünk. Teším sa, že sme sa v takomto peknom počte zišli. És hogy vannak még ebben a városban az Úrnak gyermekei. A že v tomto meste sú ešte Božie deti. És van egy kicsi mag. A ešte aj to semienko. És sokszor hallottuk azt, hogy sokszor az Úristen a maradékot áldja meg. A mnohokrát sme počuli, že Boh požehná vás ten zostatok. Mi úgy sokszor szeretnénk, hogy a nagy egyházakat úgy legyenek megáldva, és a nagy emberek legyenek megáldva. Mnohokrát by sme to chceli, aby tie veľké spoločenstvá církvy boli požehnané a aby boli požehnaní veľkí ľudia. De gyakran azt olvasjuk a Szentírásban, hogy a legmegvetettebb emberek lettek megáldva az Úristentől. Ale mnohokrát v písme čítame práve to, že tí najviac odvrhnutí ľudia boli požehnaní. Potom. És tudjátok miért? A viete prečo? Mert ők szükségben voltak. Lebo oni mali potreby. És olvassuk a Szentírásban, hogy boldogok azok, akik szegények. A v písme čítame to, že blahoslavení sú tí, ktorí sú chudobní. És ha te úgy érzed, hogy a te életed nagyon üres, a keď ty cítiš, že tvoj život je veľmi prázdny, akkor ez egy jó hír, mert csak az Úr Jézus Krisztus tudja betölteni azt az űrt.
Tak to je dobrá, tu je dobrá správa pre teba, že Pán Ježiš, len Pán Ježiš vie to prázdne miesto naplniť. És én nagyon örülök annak, hogy az Úr Jézus vállal közösséget velünk. Ja sa veľmi tomu teším, že Pán Ježiš prijíma s nami obecenstvo. Mert ez nem automatikus dolog, és nem gombnyomásra működik. A toto nie je automatická vec a nefunguje to gombra. Gombnyomásra. Akože nástlačenie nejakým gombíkom. De az Úr mindig megfigyeli a mi szíveinket. Ale Pán skúma naše srdcia. És ha te szíved gőgös, kemény, ale keď tvoje srdce je pyšné a tvrdé, akkor alkalmatlan arra, hogy meghallja Isten igéjét. Tak také srdce je neschopné počuť Božie slovo. És amíg nem fogsz megtérni, megtörni, a keď sa neobrátiš a nezlomíš, semmit nem kapsz az Úr Istentől. Nedostaneš nič od Boha. Adja az Úr nekünk azt a kegyelmet itt ma. Nech nám Pán dá tú milosť tú na tomto mieste dnes, hogy mi saját magunk meg tudjuk törni a mi szíveinket. Aby sme si my sami vedeli zlomiť naše srdcia. Mert olvasuk a Szentírásba azt, hogy nincs az emberben semmi jó. Lebo v písme čítame, že v človeku nie je nič dobrého. És egyedül az Isten kegyelme az, ami tud valami jót kihozni a mi életünkből. A len milosť Božia je to, tá, ktorá vie niečo dobré vyniesť z nášho života. Még egyszer mindenkit üdvözlünk. Opäť vítame každého. Akik itt vannak és akik hallgatják az evangéliumot. Tí, ktorí sú tu a tí, ktorí počúvajú evangélium. És mindenkinek üzenjük az egész világban, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretve vagytok az Úr Jézustól és a mi gyülekezetünktől is. Každému zvestujeme do celého sveta, že ste milovaní od Pána Ježiša Krista. És a mi gyülekezetünknek nagyon sok téglája van, nagyon sok tagja van. A náš zbor má veľa tehál, to znamená, že veľa členov. És kérjük az ima támogatást. A prosíme preto aj o modlitevnú podporu. Mert minden egyes testvér nagy nyomások alatt van, aki itt szolgál ezen a helyen. Lebo každý jeden brat alebo sestra tu, na tomto mieste, čo slúžia, tak majú veľké životné tlaky. És nem egyszerű megmaradni a hitben. A nie je jednoduché zotrvať vo viere. Az Úr Jézus neveiről szeretnék ma beszélni, három Úr Jézus neveiről. Chcel by som dnes hovoriť o troch menách Pána Ježiša. Az Úr Jézusnak nagyon sok mellékneve, vagy nagyon sok neve van a Szentírásban. V písme má Pán Ježiš veľa mien. Például Immanuel. Napríklad Immanuel. Alfa és Omega. Alfa, Omega. Isten fia. Boží syn. Messiás. Messiás. Szent. Svetý. Az élet kenyere, chlieb života, megmentő, záchranca, vagyok, aki vagyok, som, kto som, Isten báránya, baránok Boží, jó pásztor, dobrý pastier, és így tovább, és így tovább. A podobne. Tudok-e még mondani neveket? Či ešte viete povedať nejaké? Emberfia, nagyon. Syn človeka po slovensky. A békesség fejedelme. Že, knieža pokoja. Jó, már. Dávid fia. Szín Dávidov. Igen, sok-sok neve van az Úr Jézusnak, és úgy keveset gondolkozunk el rajtuk. Že, igen, Krisztus felkent. Že má veľa mien, ale málo o nich rozmýšľame. A ešte jedno bolo povedané, že Kristus, čo znamená pomazaný. A ešte? A ešte Pán Ježiš ako slovo. On je tým slovom. Úr Jezus mint ige. Hoztam, és én hármat választottam ki abból a sok-sok névből. A ja som si vybral tri z tých mnohých. És pedig a jópásztort. A dobrého pastiera. A Isten bárányát. Baránka Božieho. És a megmentőt. A záchrancu. És kezdenénk a jópásztorra, a János 10-ből, keressük ki, lapozzuk ki, legyetek szívesek. Začali by sme tým dobrým pastierom. János 10-ből. A to je napísané v Jánovom evanjeliu v 10. kapitole.
vezetésén. A jó pásztorról és az ő juhairól. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón jön, megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto nevchádza dverami, je do ovčínca, ale prichádza inokadial, je zlodej a zbojník. Aki pedig az ajtón megy be a juhok pástora az. Ale ten, ktorý vchádza dverami, je pastieroviec. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. Tomu otvára vrátni, a ovce čujú jeho hlas, a svoje vlastné ovce volá podľa mena, a vyvodí ich. És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. A keď vyženie všetky svoje vlastné ovce, ide pred nimi, a ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. Ale za cudzím nikdy nepôjdu, ale utečú od neho, pretože neznajú hlasu cudzích. Ezt a példázatot mondá nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól vala nékik. Toto podobenstvo im povedal Ježiš, ale oni neporozumeli, čo je to, čo im hovoril. Újra mondta azért nékik Jézus, bizony, bizony, mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Vtedy im zase povedal Ježiš, amen, amen vám hovorím, ja som dverami oviec. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Všetci, koľko ich prišlo predo mnou, sú zlodeji a lotri, ale ovce ich nepočuli. Én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. Ja som dvere. A ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený. A vojde a výjde, i pašu nájde. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy előttük legyen életük legyen, bocsánat, és bővölködjenek. Zlodej nejde na iné, iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život a aby mali hojnosť. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Ja som ten dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut, és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. Ale nájomník a ten, kto nie je pastierom, ktorého ovce nie sú jeho vlastné, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk lapá a rozháňa ovce. Az Úr Jézus kapott, vagy magának tulajdonított egy nevet ebben a történetben. V tomto podobenstve Pán Ježiš, alebo príbehu, ako Pán Ježiš si osvojil jedno meno, alebo prijal. És azt mondja magáról, hogy ő az a jó pásztor. A hovorí o sebe, že on je ten dobrý pastier. És itt az jutott eszembe, tu ma napadá to, amikor a Dávid legyőzte a Góliátot. Kedy Dávid porazil Góliáša. Tudjátok, ő is egy nagyon jó pásztor volt. Viete, aj on bol veľmi dobrým pastierom. És nagyon jól bánt a parittyával. A dobre vedel narábať so svojím prakom. És biztos vagyok benne, hogy sok vadállatot a földre terített. A som si istý v tom, že veľa divých zverí položil. És hogy az ő juha ismerték az ő hangját, és örültek az ő hangjának. A jeho ovce poznali jeho hlas a tešili sa jeho hlasu. És hogy a Dávid föláldozta sokszor még az életét is azért, hogy
a juhoknak ne történjen semmi bántódásuk. A Dávid mnohokrát aj svoj život riskoval, bol by ho schopný obetovať len, aby zachránil ovce. Tehát ő egy jó pásztor volt. Čiže on bol dobrý pastier. De van itt egy emberek pásztora. A je tu jeden pastier ľudí, aki azt mondja, hogy ő a jó pásztor, és hogy a jó pásztor életét adja a juhokért. A ktorý hovorí, že je dobrým pastierom a dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. És én arra gondoltam, tudjátok, hogy jó, az Úr Jézus kap különböző neveket. A ja som si tak pomyslel, že no tak Pán Ježiš dostáva rôzne mená. Jó, de hogy mit kezdjek én ezzel? A čo s tým ja, čo si počnem s tým ja? De tudjátok, hogy ha mi az ő követői vagyunk, az Úr Jézuséi. A že viete, ak my sme nasledovníci Pána Ježiša Krista, akkor a mi életünk is kell, hogy egy kicsit hasonló legyen az ő életéhez. Tak by sa náš život mal trochu podobať na jeho život. Sőt, ha beletesszük a lábunkat az ő nyomdokaiba, akkor bizony nagyon-nagyon hasonlítania kell az ő életéhez. A bačo viac, keď vložíme svoje nohy do jeho šlapají, tak o to viac by sa mali aj naše na životy podobať na jeho život. Az Úr Jézus, ő az a jó pásztor, és mi meg éljük a saját életünket? Čiže Pán Ježiš je ten dobrý pastier a my si žijeme náš vlastný život. Vagy esetleg nekünk is kellene gyakorolni a pásztorságot? Alebo aj my by sme mali nacvičovať pastierstvo. Tudjátok, a pásztorság az utolsó munka volt azokban az időkben, a legalja munka. V tom čase bolo pastierstvo ako práca. Egy rosszul fizetett munkahely. To bolo niečo zle platené. És képzeljétek, mikor megszületett az Úr Jézus, ezeknek a rosszul fizetett, egyszerű, nem tudom milyen, honnan jött emberkéknek vitte a hírt. A keď sa Pán Ježiš narodil, tak práve takýmto ľuďom niesol zvesť. Nem a Herodeshez küldött szolgákat, angyalokat. Nie k Herodesovi posielal sluhov a anielov. De a legutolsó egyszerű emberekhez. Ale k posledným jednoduchým ľuďom. Te is az a legutolsó egyszerű ember vagy. Aj ty si ten posledný jednoduchý človek. És veled tud velem valamit kezdeni az Úr, senki mással. A s tebou vie Pán Ježiš niečo začať, nie je s iným. Mert van füled. Pretože máš ucho, uši. És tudjátok, arra gondoltam, hogy jó, hát Úr Jézus a jó pásztor, mi meg pihenjünk egy jót. A ja som nad tým rozmyslel, že tak Pán Ježiš je dobrý pastier a my si odpočíňme. De nem így van ez. Ale tak toto nemá byť. Kell, hogy te is egy jó pásztor legyél. Je potrebné, aby aj ty si bol jedným dobrým pastierom. Arra gondolhatsz, hogy az a legnehezebb, mikor valakinek valami gyógyíthatatlan betegsége van és szenved. A môžeš si myslieť, že to je to najťažšie, ak má niekto nejakú nevyliečiteľnú chorobu a trápi sa. Vagy hatalmas nyomások alatt van valaki. Alebo je pod ohromnými tlakmi. De a Szentírás azt mondja, hogy az a legnagyobb nyomás, mikor bűn van a te szívedben. Ale písmo to hovorí, že tým najväčším tlakom je to, ak je v tvojom živote hriech. És a legnagyobb bűn az, hogy te nem szereted az Úr Jézus Krisztust. A najväčším hriechom je to, že nemiluješ Pána Ježiša Krista. Te azt gondolhatnád, hogy az a legnagyobb bűn, hogy valamit elloptál, vagy megbántottál embert, vagy tönkretettél egy embert. Môžeš si myslieť, že to je ten najväčší hriech, ak si niekoho okradol, alebo niekomu ublížil, alebo zničil niekoho život. De közben a legnagyobb bűn az, hogy nem szereted az Úr Jézus Krisztust. A pritom ten najväčší hriech je to, že nemiluješ Pána Ježiša Krista. És ő a szeretet. Tehát te nem szereted a szeretetet. A on je láska, čiže tu z toho vyplýva, že nemiluješ lásku. És ahhoz, hogy elkezdjem szeretni az Úr Jézust, fontos, hogy megöldököljem saját magamat. A k tomu, aby som mohol začať milovať Pána Ježiša, musím vlastne usmrtiť seba samého. És attól a pillanattól jön el az a csoda, hogy elkezded szeretni a másik embert.
A od toho, od tej chvíle sa začína ten zázrak, že začneš milovať druhých. Amíg nem adod fel saját magadat, képtelen vagy másokat boldoggá tenni. Kým sa nevzdáš úplne, tak nie si schopný milovať druhých. És akkor, amikor a többi ember boldoggá tudott tenni, bemutatod a mennyei atyának, hogy már nem vagy önző. A keď už vieš obšťastňovať, obšťastniť tých druhých, tak vtedy ukážeš nebeskému Otcovi, že hoď, hogy már nem vagy už önző. Nie si sebec. Egy önző ember. Nie si sebeckým človekom. Mondhatod, de Péter, hát nekem nincs időm másokat szeretni, örülök, hogy élek. A môžeš namietať a povedať, Peter, ale ja nemám čas milovať druhých, teším sa, že žijem. Örülök, hogy a saját családomat el tudom tartani. Som rád, že udržím svoju vlastnú rodinu. Nagyon jó. Je to veľmi správne. Nagyon jó, hogyha tudod szeretni a te feleségedet és a gyermekeidet. Ak vieš milovať svoju ženu a deti. Akkor már egy jó úton kezdesz haladni. Tak si sa vybral na dobrú cestu. És hogyha oda tudod szánni a te életedet, a te feleségedért és a gyerekekért teljesen. A keď vieš vydať svoj život úplne kvôli svojej manželke a deťom. Akkor van remény rá, hogy az Úristen rád fog bízni egy juhocskát. Tak potom máš šancu v tom, že Boh ti zdôverí ešte nejakú ovečku. De hogyha otthon nem tudsz szolgálni, nem biztos, hogy fogsz kapni kint szolgálatot. Ale ak nevieš slúžiť doma, tak nie je isté, že dostaneš vonku službu. Egyszer provokálták az apósomat, az apos testvéremet. Raz provokovali mojeho svokra. És hogy megkérdőjelezték, hogy milyen jogon szólt a politikusok ellen. A opýtali sa ho, že akým právom sa ozval proti politikom. Hogy ő nekik olyan gerebléjük van, ami úgy magukhoz húzza a leveleket. Lebo povedal, že oni majú také hrable, ktorými hrabú smerom k sebe. És akkor ő mondja nekik, hogy hát ő egy így gondolta, de hogy egyszer. És akkor kérdi, hogy ki ő, ki ez a testvérem? Aha, hogy meri ezt mondani? A pýtali sa aj to, že no, kto je ten človek, že sa to takto akože opovažuje hovoriť. És akkor a szeretett apukám, apósom mondja, hogy tudod mit, adok neked egy telefonszámot a feleségem, hívd fel, kérdezd meg tőle, hogy ki vagyok én. Moj svokor im povedal, že dám ti telefónne číslo mojej manželky, opýtaj sa jej, že kto som. De előtte én kérem a te feleséged telefonszámát, szeretném megkérdezni tőle, hogy ki vagy te. Ale predtým daj ti mne telefónne číslo tvojej manželky a ja sa jej opýtam, že kdo si ty. És akkor mondja, oké, akkor semmi. Povedal, dobre, tak potom radšej nič. Megijedt. Alebo sa zlakol. Nagyon fontos, hogy a mi ítéletünk a családunkba kezdődjön el. Veľmi je dôležité, aby život našej viery sa začínal v rodine. És nincs jobb missziós terület, mint a mi családunk. A nie je lepšie misijné miesto, ako je naša rodina. És ott a legszebb meghalni önmagunknak. A tam je to najkrajšie umrieť sebe samému. De fáj. Ale bolí to. Ki akarod fizetni ezt az árat? Chceš zaplatiť túto cenu? Tehát ez volt a jó pásztor. Tak toto bol ten dobrý pastier. Életét adja. Dáva svoj život. Hol tart a mi hitéletünk? Szeretnénk föladni az életünket a juhocskákért? A kde je náš život? Kde stojí náš život? Chceme vydať svoj život za tie ovce? Vagy ez az Úr Jézus biznisze volt. Alebo toto bol len taký obchod Pána Ježiša. És nekünk semmi közünk hozzá. A my s tým nemáme nič spoločné. Én úgy gondolom, hogyha én szeretett Sándoromat fogjuk egyszer temetni, vagy lehet, hogy ő még minket, nem tudjuk. Verím, že ak budeme raz pochovávať ilyen sokáig.
brata Sanka, alebo on nás, akkor valaki el fogja mondani, ez az ember szerette az embereket. Tak niekto povie, že tento človek miloval ľudí. Szép gondolat, ugye? Pekná je to myšlienka. Hogy volt itt valaki, aki szerette az embert. Že bol tu niekto, kto miloval človeka. És nem egyszer adtad az életedet a szolgálatért, az Úr Jézusért. A nie, nieraz si dal svoj život kvôli službe za Pána Ježiša. Tehát az Úr Jézus az a jó pásztor, aki felelősséget érez. Tak Pán Ježiš je ten dobrý pastier, ktorý prežíva alebo cíti zodpovednosť. Most menjünk a második névre. Teraz pôjdeme na to druhé meno. És pedig Isten báránya. A to je meno Baránok Boží. János 1.29-et keressük ki a Bibliáinkba. Ján 1.29. Bocsássatok meg, testvérek, hogy nem egy olcsó evangéliumot fogok ma hirdetni. Že prepáčte, ak nebudem nejaké lacné evangélium dnes hlásať. Egy nagyon drága evangéliumot szeretnék hirdetni. Ja by som rád drahé evangélium hlásal. Másnap látta János Jézust őhozzá menni, és mondta, ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu a povedal, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Isten báránya. Čiže baránok Boží. Az a gyönyörű állatka, amely ki van szolgáltatva a pásztornak. Je to prekrásne zviera, ktoré je úplne odkázané pastierovi. Sőt, talán néha még úgy is titulálják, hogy egy kicsit butácska. A niekedy mu dávajú taký titul, že je nejak trochu hlúpe. Az Úr Jézus megkapta a titulust. Isten báránya. A Pán Ježiš dostal titul Baránok Boží. És mi van veled és velem? A čo je s tebou alebo so mnou? Mi milyen neveket kapunk? Mi a kemená dostávame? Tudjátok, a régi világban a név az jelen volt egyben. Kedysi v starom svete to meno znamenalo aj charakter. Ma annyira kiüresítették a neveket, hogy ez már nem igaz. A dnes už vlastne tak vyprázdnili mená, ich podstatu, ten zmysel, že to už ani nie je pravda. Brazíliában több millió Jézus van. V Brazílii je niekoľko miliónov mien Ježiš. De a név az egy nagyon fontos dolog volt és jelentette a jellemet is. Ale meno bolo veľmi dôležité a znamenalo aj charakter. Íme Isten báránya, mely leveszi a világ bűneit. Čiže hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Tudod, te is elmész a nagy világba. Aj ty pôjdeš do veľkého sveta. Te is belemész abba a sötétségbe. Aj ty pôjdeš do tej veľkej tmy. És te is fogod hirdetni azt, hogy az ember úgy, ahogy van, csődöt mondott. Aj ty budeš hlásať to, že človek taký, aký je, tak ako je, vlastne sklamal. És nincs benne semmi jó. Nie je v ňom nič dobrého. Nem fognak neked tapsolni. Nebudú ti tlieskať. Sőt, utálni és gyűlölni fognak téged. Práve naopak, budú ťa nenávidieť a budeš odpudivý. Rámutatsz az ember jellemére. Lebo poukážeš na charakter človeka. De lesznek igaz emberek. Ale budú spravodliví ľudia. És azok fognak cselekedni bűnbánatot. A ti budú činiť pokánie. Testvérem volt gyülekezetekben, és volt gyülekezet, ahol senki nem tért meg, csak egy ember. A môj brat bol v zboroch, a chodil po zboroch, slúžil, a v jednom zbore sa nikto neobrátil, len jeden človek. Ő volt az az igaz ember. To bol ten spravodlivý človek. Aki, igen, aki megsimogatta
a szívét, mikor hallotta az Úr Jézus szavait. Ktorý si vlastne pohľadil srdce, keď počúval Pán Boží slovo, Pána Ježiša. És tartott bűnbánatot. A činil pokánie. És megtért a gonosz útjáról. A odvrátil sa od zlých ciest. S többiek azt mondták, kemény beszéd ez, Sándor. Iní povedali, že tvrdá je toto reč, Sándor, Alexander. Ez falura való inkább, nem városba. Toto skôr patrí na dedinu, nie do mesta. Voltunk keleten szolgálni missziós misszióval, mikor a teológián voltam. Keď som ešte chodil na teológiu, boli sme na východe, na misijnej takej ceste. És a cigányokhoz mentünk. A šli sme k Rómom. És akkor nagy roma falu, mi még a stadionon, ott a focipán elkezdtük prédikálni az Úr Jézust. A to bola taká rómska obec, a my na stadióne sme tam kázali. És akkor mondom Rómom. Nekik, van az a szlovák film, hogy a cigányok a mennybe mennek. Azt mondom, povedal, že je jeden slovenský film, ktorý sa volá, že cigáni idú do neba. Na mondom, ezt gyorsan felejtsétek el. Ale na ten zabudnite. És akkor a teológus társaim már így várták, hogy honnan fognak a tojások potyogni, meg a paradicsomok. Moji kolegovia z teológie sa tak začali kryť a čakali, že odkiaľ budú lietať vajíčka na mňa. Olvastuk, hogy az Úr Jézus az egyedüli ajtó, amin keresztül lehet csak be és kimenni. Abo sme čítali, že Pán Ježiš je, sú jediné, on je tie dvere, jediné dvere, cez ktoré sa dá vojsť alebo výjsť. És hogy egy cigán se fog bemenni a mennybe, amíg nem hiszi el az Úr Jézust. A ani jeden Róm nepôjde do neba, kým persze uverí v Pána Ježiša. Ezt a parasztok sem. Samozrejme to aj o sedliakoch platí. Azok mi vagyunk, a fehérek, a gádzsok. Akože bieli, tí gádzsovia. Jó? Tehát nem fog egyetlen egy Róma se bemenni az Úr Jézus Krisztus nélkül a mennybe. Čiže ani jeden Róm sa nedostane do neba bez Pána Ježiša. És akkor a szlovákok gyártottak egy filmet, hogy a cigányok azok. A to je ruszki? Jó, no. Akkor azt, hogy oroszok gyártottak egy filmet, hogy a cigányon. Aha. Čiže tak teraz sa opravil, brata hovorili, že to je ruský film vlastne. Ukrajinský, lepšie povedané. Jó, ezzel azt akartam mondani, jöttek amerikai testvérek, és osztogattak Coca-Colát a gyerekeknek, és azt mondták, Jézus szeret téged. A prišli z Ameriky bratia a rozdávali deťom Coca-Colu, k čomu povedali, že Pán Ježiš ťa miluje. Testvérek, ez jó, ez egy fél evangélium, ez így igaz. Áno, tak toto je také polovičné evangélium, je v tom aj pravda. De az Úr Jézus nélkül a szívünk trónján ott ül a sátán. Ale na tróne nášho srdca, bez Pána Ježiša, tam sedí diabol. És nincs, mi nem hirdethetünk szabadulást, amíg nem beszélünk a bűnről is. Mert miből hirdessünk szabadulást, ha nem nevezzük meg a bűnt? Alebo mi nemôžeme hlásať oslobodenie alebo slobodu, ak nehovoríme ale aj o hriechu, lebo od čoho, alebo o čom by sme hovorili o slobode, keby to nebolo od hriechu. És akkor a Jánosunk mondja, íme Isten báránya, mely elveszi a világ bűneit. A Ján hovorí, hľa, baránok, Boží, ktorý sníma hriech sveta. A bárány azt jelenti, hogy alázatos. A baránok znamená vlastne, že pokorný. Szófogadó, engedelmes. Čiže poslušný. Örömteli, békés. Radosný a pokojný. És önként adja az életét. A dobrovoľne dáva svoj život. Megint mondhatnánk, jó van, ez az Úr Jézus, mi közöm hozzá? Mohli by sme povedať, že no, tak toto je o Pánovi Ježišovi a ja čo s tým mám spoločné. Ő a jó pásztor, aki adja életét. On je ten dobrý pastier, kto dáva svoj život. Én Kolárovics Péter vagyok. Ja som napríklad Kolárovics Péter. Ő az, aki elveszi a világ bűneit. On je tým, kto sníma hriech sveta. De én Ocskai Józsi vagyok. Ja som Ocskai József. Igen, mi közöm hozzá. Čo mám s tým? Tudod, hogyha nem áldozod föl magadat, és kétszer nyilvobetújés, akkor nem fogod elvenni a világ bűneit.
tak nesníme hriech sveta. Mi egy hamis sáfárok vagyunk, akik fölajánljuk a bűn áldozatot. My sme vlastne tí nespravodliví správcovia, ktorí ponúkajú obeť za hriech. Igen, fölkínáljuk. My to ponúkame. Ha nem áldozod fel magadat, nem fogod tudni elvenni az emberektől a bűnöket. Ak sa neobetuješ, nebudeš vedieť sňať hriech sveta. És a életedet se tudod feláldozni az emberekért. A ani svoj život nebudeš vedieť obetovať za ľudí. És talán a te bűneidben fogsz meghalni. A možno, že zomrieš vo vlastných vinách. Mert azt mondja a Szentírás, lebo písmo hovorí, hogy aki elveszti az ő életét az Úr Jézusért, megnyerje azt. A že ten, kto stratí svoj život pre Pána Ježiša, tak ho získa. De aki meg akarja tartani a tulajdon életét, az elveszíti azt. Ale ten, kto si chce udržať svoj vlastný život, tak ho stratí. Ez nem egy olcsó evangélium, ugye? Toto nie je také lacné evangélium, však. Íme Isten báránya, mert elveszi a világ bűneit. Čiže hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. És téged is küld. Aj teba posiela. És kell, hogy alkalmas legyél. A je dôležité to, aby si bol hoden toho. Most az utolsó névről, aztán ti jöttök. A teraz o poslednom mene. És ez a név pedig a megmentő. A tým menom je záchranca. Keressük ki a Lukács 2.11-et. Lukács 2.11. Nájdime si Evangélium podľa Lukáša, 2. kapitolu 11. vers. Mert született néktek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Alebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. Született nektek a megtartó. Že narodil sa vám Spasiteľ. Ma neked is születhet egy megtartó. Dnes sa aj tebe môže narodiť jeden Spasiteľ. Egy olyan megtartó, taký Spasiteľ, aki az életed legnehezebb szituációját, vagy legnehezebb krízisét meg tudja oldani. Ktorý vie vyriešiť najťažšie alebo najkrízovejšie situácie tvojho života. Az ő neve Úr Jézus Krisztus. Jeho meno je Pán Ježiš Krisztus. Ez azt jelenti, hogy felkent, megmentő Úr. Čo magyarul fordítva. Do magyarčiny a teraz po slovensky. Pomazaný záchranca Pán. Más szóval egy szuper specialista a krízisekre. Inými slovami jeden szuper specialista na krízi. Egy milyen tanácsadó? Hogy van az egyik neve az Úr Jézusnak? Aki Ratza. Hogy van magyarul? Csodálatos. Másnél csodálatos tanácsadó? Vagy csodálatos tanácsos? Vagy tanácsadó? Igen. Čiže po slovensky podivný radca. Predivný, ja je pardon, som zle zachytil, že čo dáva, tož predivný radca. Van valaki, aki kezébe veheti a te problémádat. Je niekto, kto môže vziať do svojich rúk tvoje problémy. Tegye fel a kezét az, aki ma itt van, vagy az interneten mögött, akinek van egy komoly, mély, nagy problémája. Tegye fel. Nech zdvihne ruku ten, aki tud legalább egy problémát az életében, ami úgy tűnik, hogy vagy megoldhatatlan, vagy nagyon nehezen megoldható. Že najmenej o jednom takom probléme, ktorý je veľmi ťažko riešiteľný, alebo vôbec v jeho očiach. Szeretnéd-e ma átadni ezt a problémát Isten kezeibe? Či by si chcel dnes odovzdať tento problém do Božích rúk? Felszegezni a keresztre a te énedet. A ukrižovať svoje ja na kríž. És betöltekezni a Szent Szellemmel. A naplniť sa Svetým Duchom. És érintve lenni a csodálatos tanácsadóval. A byť dotknutý predivným rádcom. Akkor gyere most imádkozzunk, és kérjük a
az Úr Jézus, hogy illesse a problémádat. Tak sa budeme modliť a poprosíme Pána, aby sa dotkol tvojho problému. Köszönjük Istenünk, hogy te vagy a jó pásztor. Ďakujeme ti, Bože, že ty si dobrý pastier. Aki gondolkozás nélkül megvéded a juhocskákat. Kto bez toho, že by nad tým uvažoval, bez váhania, pardon, zachrániš ovečky. És mi gyönyörködünk a te jellemedben, Jézus. A mi sa kocháme v tvojom charaktere, Pane Ježišu. Sokszor megérdemelnénk, hogy belénk rúgj. Veľakrát by sme si zaslúžili, aby si do nás kopol. Annyira önzőek és önközpontúak vagyunk. Natoľko sme sebeckí a zameraní na seba. De te magadról elmondtad, hogy te vagy az a jó pásztor. Ale ty si povedal o sebe, že ty si dobrý pastier. Annyi farkast elűztél, ami közelségünkből. Toľko vlkov si vyhnal z našej blízkosti. És mi olyan hálátlanok vagyunk. A my sme ti tak nevďační. Bocsáss meg nekünk. Odpusť nám. Elmondtad azt, hogy te vagy, vagyis János elmondta rólad, hogy ímé Isten báránya. Ján o tebe povedal, že hľa baránok Boží. Aki elveszi a világ bűneit. Ktorý sníma hriech sveta. És mi nem akarunk sokszor szembenézni a saját bűneinkkel. Ne, mi sa nevieme jednoducho pozrieť do očí nášmu hriechu. Hogyan tudnánk másoknak a bűnről beszélni és a szabadulásról, amikor a saját ördögeinkkel nem nézünk szemben. Ako môžeme rozprávať o hriechoch druhých, keď o vlastných démonoch nevieme hovoriť. Adj nekünk bátorságot, Istenünk. Daj nám tú smelosť, Bože. Hogy leboruljunk előtted, és tisztítsuk meg a szíveinket. Aby sme mohli poklaknúť pred tebou a očistiť naše srdcia. És utána hálából, hogy te átöleltél, új ruhát öltöztél ránk, és gyűrűt húztál az újunkra. A potom v chvále a vďake, že ty si nás očistil, dal nám nový odev a nový prsteň na ruku. Mi elmessünk a világba, és hirdethessük azt, hogy mi voltunk azok a nagy bűnösök. Môžeme ísť potom do sveta a môžeme hlásať, že my sme boli tí veľkí hriešnici. És ott te levetted rólunk a bűnünket. A ty si sňal z nás náš hriech. És hogy másokról is le akarod venni azt a útálatos terhet. Aj z iných chceš sňať ten odpor, tú odpornú ťarchu. És végül azt olvastuk, hogy Úr Jézus, te vagy a megmentő. A nakoniec sme to čítali, že ty si záchranca. Hogy te vagy az a megtartó, aki képes vagy minket megtartani a viharokban. A, lebo ty si ten, kto nás má moc zachovať vo výchriciach. Istenünk, a sátán körül jár minket, mint egy ordító oroszlán. Bože náš, diabol chodí okolo nás, ako revúci leu. És föl szeretne minket falni. A chcel by nás zožrať. Mi érezzük az útálatos leheletét. A cítime jeho odporný dých. És mi tudjuk azt, hogy benned bízva védelmünk van. Ale vieme, že dúfajúc v teba máme ochranu. És te azt mondtad, hogy ne féljünk, csak higgyünk. Lebo ty si povedal, aby sme sa nebáli, ale verili. Drága testvérem, ha van teher az életedbe, vagy bűn, amiről úgy érzed, hogy nem tud rólad senki levenni. Drahý brat alebo sestra, ak máš vo svojom živote ťarchu alebo hriech, o ktorom si myslíš, že to nevie nikto vziať, sňať z teba. Gyere velünk együtt, és add át az Úr Jézus szent kezeibe. Tak poď s nami spolu a odovzdaj to do rúk, do svätých rúk Pána Ježiša. És az ő kezeiben van az a probléma a legjobb helyen. A v jeho rukách je ten problém na najlepšom mieste. És már most dicsérjük az Úr Jézust a megoldásért. A už teraz chválime Pána Ježiša za jeho riešenie. És már most mosoly van a mi arcunkon. A už teraz máme úsmev na tvári. Hogy te nyitsz utat a tengerben. Že ty otváraš cestu cez more. És hogy illeted a mi krízisünket, a mi problémánkat. A dotýkaš sa
našej krízy, nášho problému. Ó, köszönjük Jézus. Ďakujeme ti, Pane Ježišu. Nagyon szeretünk, Úr Jézus. Milujeme ťa. És tudjuk, hogy te jobban szeretsz minket. A vieme, že ty nás lepšie miluješ. És hogy semmi ok az aggodalomra. A nie je dôvodu obávať sa. Mert ha minden ember el is hagyna bennünket. Lebo aj keby nás každý človek opustil. És hogyha el is vennéd tőlünk a mi életünket. Ak by si nám vzal život. De te ott vagy a szívünkben, Úr Jézus Krisztus. Ale ty si v našich srdciach. Mi vagyunk azok a leggazdagabbak a világon. A tým sme tí najbohatší na tomto svete. Köszönjük, halleluja, amen. Ďakujeme, halleluja, amen. Môžem do maďarčiny. Môžeš do maďarčiny? Môžem, áno. Je veľmi zvláštne, že pán Ježiš si svoje ovečky, teda svojich nasledovníkov, pripodobnil k ovečkám. Érdekes módon az Úr Jézus az követőit juhoknak példázta, vagy... My vieme, že existuje aj iní pastieri. Existujú pastieri svíň. Tudjuk azt, hogy más pásztorok is léteznek, disznópásztorok például. Niekedy tí ľudia sa lepšie podobajú k prasiatkám ako k ovečkám. Néha az embereket jobban tudjuk malacnak, disznóknak, disznókkal összehasonlítani, mint a juhocskákkal. A boli aj takíto pastieri. És ilyen pásztorok is léteztek. Ktorí pásli prasiatka, ktorí pásli húsi. Akik malacokat őriztek, vagy libákat. A rôzni iní pastieri. És különböző más pásztorok is. Čo pán Ježiš nás pripodobnil k ovci. Miért hasonlított minket a bárányokhoz? Viete, keď som bol taký malý chlapec, tudjátok, kisfiúként, tak my sme doma mali ovečky. Voltak otthon nekünk juhaink. A proste mamka mi povedala, choď von, už je pekná zelená tráva. Azt mondta, menjél ki, már szép zöld a fű. A vyveď von ovečky. És vezess ki a juhokat. A ja som veľmi rád to robil. Nagyon szívesen tettem ezt. Lebo tie ovečky boli, oni sa na mňa dívali, jedli a vždy sa držali okolo mňa. Mert a juhocskák úgy gyönyörű szemekkel néztek rám, ették a füvet, és mindig úgy figyeltek a engem. A ja som využíval čas, vinyesol som si nožík. Kihasználva az időt, vittem ki kést is, és faragtam sípot. A veľmi rád som strúhal píšťalky a dodnes svojim vnúčatám aj iným malým deťom behom 2-3 minút vystrúham píšťalku. És nagyon szerettem ezt a tevékenységet, és a mai napig is nagyon szeretek a kisgyerekeknek gyártani ilyen sípot, fütyülőt. Ale vtedy som sa nahneval, keď mi mama povedala, dnes nielen ovce vyženieš, ale aj kozy. De akkor tudtam dübe gurulni, mikor azt mondta az édesanyám, hogy nem csak a juhokat fogod kivezetni, hanem a kecskéket is. A už som vedel, že o čom to je. Akkor már tudtam, hogy baj lesz. Že si nebudem môcť strúhať píšťalky. Hogy biztos nem lesz lehetőségem arra, hogy faragjak fütyülőt. Lebo tie kozy sú rafinované. Mert a kecskék nagyon rafinált egy állat. Viete, ovečka, pokiaľ je so svojím pastierom, ona sa zohne pokorne, trhá si trávu. Tudjátok, a juhocska még a pásztorával van, nagyon alázatosan lehajtja a fejét, és úgy csipegeti a füvet. Ale keď sú tam kozy, de ha kecskék is ott vannak, tak ovce sa stále dívajú na tie kozy. Akkor a juhok állandóan a kecskéket figyelik. A koza je jednoducho veli, to je ako generál. És a kecske ez egy olyan állat, mely parancsol, olyan, mint egy tábornok. No, a tie kozy boli tak rafinované, že keď oni videli, že ja som zaujatý so strúhaním píšťaliek. És olyannyira ilyen furfangosak voltak ezek a kecskék, hogy amikor látták, hogy én elfoglalt vagyok a faragással,
Oni nezamektali, oni len zodvihli, mikli hlavu hore. Ők csak olyat tettek, hogy így felemelték a fejüket. A ovce, pre ovce to bolo znamenie, že majú ich nasledovať. És a juhok számára ez egy parancsó volt, hogy muszáj őket követni. A ja, kým som dostruhal tú píšťalku, naraz pozerám. És míg befejeztem a művemet, azt arra lettem figyelmes, hogy se kecskék, se juhok. A už počujem, ako matka tam... És már hallom az édesanyám hangját, ako kričí tam, kiabál z dverí nášho domu, a házunk ajtajából, ktoré boli vzdialené asi 150 metrov. Több mint 150 méterre volt tőlünk az ajtó. Sanyo, kde si? Azt hallom, hogy Sanyi, hol vagy? Zase nedávaš pozor na ty ovce. Megint figyelmetlen vagy, és nem figyelsz tu, oda. Tu sú pred dverami. Itt vannak az ajtó előtt. Na, ale to nie ovce, to kozík tam dobie. És akkor mondom, ne, nem, nem a juhok, hanem a kecskék vezették oda a juhokat. A bol som z toho vždycky veľmi smutný. És nagyon szomorú lettem emiatt. Vždy ma hnevali tie kozy. Feldühítettek a lebo kecskék. Oni sa nepásli tak, ako sa pasie ovečka. Nem úgy viselkedtek, mint a juhok, ahogy ők legeltek. Keď oni jedli, tak postavili sa na strom. Amikor ők ettek, akkor a hátsó lábukra állva szaggatták az ágakat. Nekik nem volt jó az, ami lent volt. Mindig ágaskodtak fölfelé. Viete, ak niekto šlape Božie slovo, tudjátok, ha valaki eltapossa Isten igéjét, ktoré je slovo Krisztovo, mely Krisztus szava, neváži si slovo Krisztovo, nem becsüli azt Krisztus a načahuje sa za všelijakými és mindenféle tajomnými vecami, misztikus dolog után, zakázaných stromov, keresgél tiltott fák gyümölcse után, tiltott fákról. Tieto kozy robia veľa škody. Ezek a kecskék nagyon sok rosszat cselekednek. Ale pamätajte, čo povedal Pán Ježiš. De emlékezzetek arra, amit az Úr Jézus mond. Že keď príde ten koniec, hogy amikor jön az a vég, tak on oddeli ovce od kóz. Külön válassza a kecskéket a juhoktól. Ovečky dá po svojej pravej strane. Jobb oldalára állítja a juhokat. A po, na tú druhú stranu dá kóz. És a másik oldalra pedig a kecskéket. Musíš mať ovčí charakter. Neked kell, hogy legyen bárányi jellem. A ten najviac sa prejaví v tom, és ez legjobban abban fog megnyilvánulni, hogy szereted Isten igéjét. Že Božie slovo ti má čo dať. Hogy van mit nyújtson számodra Isten igéje, hogy az a fű, az a legelő, to, dole, ami lent van, to živí tvoju, az táplálja tvoju existenciu, a te létedet. A zase sú ľudia, ktorí vždycky idú za tajomnými a zakázanými. És megint vannak emberek, akik állandóan a tiltott mindenféle titokzatos fák után ágaskodnak, ak és niekto, ott keresik a táplálékot. Ak niekto v tom spoznal seba, ha ebben valaki felismerte önmagát, hoci aj na internete budete teraz, ha az interneten is hallanátok ezt a môj prejav, ezt a beszédemet, tak prosím vás, proste Pána Ježiša. Legyetek szívesek, kérjétek az Úr Jézust, aby vám zmenil váš charakter. Hogy változtassa meg a ti jellemeteket. Aby, viete, koza vôbec nevypadá pokorne. Keď sa jej pozriete do ksichtu, to je... Tudjátok, és a kecske abszolút nem egy alázatos állatnak tűnik, és ha nézitek a pofáját, azt látjátok, hogy tényleg nevet a a szánkba, arcunkba. És magabiztos, önbizalom teljes. Ovečka, és a bárány, ona je pokorná. Az alázatos. Ona je závislá na pastierovi. Ő függ a pásztorától. Kozatá vždycky trafí domov. A kecske mindig hazatalál. Z veľkej vzdialenosti. Nagy távolságokból is. Ale ovca ani a juh, 50 metrov még 50 méterről sem talál haza. Ona potrebuje pastiera, szüksége van a pásztorra, hogy hazavezesse. Jeden kazateľ mal capa doma. Volt egy lelki pásztor, és volt neki otthon egy, mi az?
Kecskebak. Igen. Bak kecske. Bak kecske. A viete, táto, tento cáp, ten strašne smrdí. Tudjátok, és ez a bakecske, ez rendkívüli módon bűzlik. Amerike, ez Amerikában volt. V Amerike tam je zvykom proste mať miláčikov. És Amerikában van egy ilyen szokás, hogy tartanak otthon egy ilyen kedvenc állatkát. Poslednie, keď som bol v Amerike, tak utoljára, amikor Amerikában voltam, miláčikov, prasiatka. A szomszédban voltak ilyen kedvencek, malackák. No, ale viete, čo tie prasťe urobili. El tudjátok képzelni, hogy mit csináltak a szomszéd házából, egy ólat. Mert a disznó jellem ilyen. No, a predstavte si, že tento cápko, on... És képzeljétek el, hogy ez a bakkecske. Svojou prítomnosťou tak smrdel, že... Csak a jelenlétével olyan bűzt terjesztett, hogy a szomszédok... Napomínali tohoto človeka, že dajte... Dorgálták a szomszédjukat, csináljanak már valamit ezzel a... Bakkecske, nem lehet létezni. A tak sa rozhodol tento kazateľ aj s manželkou jednu nedelu po obede. És a lelki pásztor ezért úgy döntött egy vasárnap délután, že naložil do jeepa, naložil túto a terepjárójába, fölrakta ezt a kecskét, bakkecskét. A vyniesol von na prérie. És kivezette őt ki a préribe. A potom manželka mala nápad, poďme ešte, keď sme už tu, navštívme jednu rodinu, tu nedaleko bývajú. És a feleségének támadt egy ötlete, hogy ha már itt vagyunk kint, akkor látogassunk meg itt egy családot a közelben. A keď skončila návšteva, idú domov. A látogatást elvégezve mentek haza. A iste uhádnete, kto ich čakal vo dverách. És nyilván el fogjátok találni, hogy ki várta őket a házuk ajtajában. Tento cap. Hát képzeljétek, ez a kecskebak. Z prérii sa vrátil. Hazatalált a prériből, messziről. A viete, tento smradlavý cap je takým obrazom hriechu. Tudjátok, és ez a bűzlő bakkecske szimbóluma a bűnnek. Že ten hriech vždycky sa trafí späť k nám. Bűn mindig visszatalál hozzánk. Ak si bol nejaký... v niečom prevrátený a... Ha valamiben felfordult hriešný, voltál, bűnös. Nezabudni, že tento hriech, aj keď si už oslobodený... Ne feledd el, hogy ez a bűn, hogyha már te szabadulást is éltél át. On sa stále chce vrátiť. Ő mindig és mindig vissza akar térni hozzád. Ak niekto bol alkoholik... Ha valaki az alkoholban volt, tak s tým má problém. Akkor azzal vannak gondjai. Namočený v marihuáne, alebo valaki a marihuánában vagy a nikotinban volt belemártva. Všade vidí mindenütt marihuánu, alebo lát marihuánát, vagy dílereket lát. Ja neviem rozoznať nikdy žiadneho dílera drogov. Én nem tudom fölismerni a drogdílereket. Ale keby som išiel s takým človekom, ktorý drogoval... De hogy olyan emberrel volnék együtt, aki kábítószerezett, ő pontosan tudta, hogy tudná, hogy ki. To je veľmi zaujímavé. Ez roppant érdekes. Lebo tento cáp, mert ez a bakkecske visszatér az ő otthonába. Ale ovečka, de a juh, tá by sa nikdy nevrátila. A sosem térne vissza. Na potrebuje pastiera. Számára nagyon fontos a pásztor. Számára fontos a védelem. Potrebuje prijatie. Számára fontos az elfogadás. Potrebuje lásku pastiera. A szeretet, a pásztor szeretete. A to je tvoj pán. És ő a te urad. To je Pán Ježiš. Ő a te Úr Jézusod. A ty si jeho ovečka. És te az ő juha vagy, juhocskája. Poď a nasleduj ho. Gyere és kövesd őt. Máme tu milú návštevu. Van itt egy nagyon kedves látogatónk. Z Ukrajiny. Ukrajnából. A ja by som ťa poprosil. És megkérnélek, ha néhány gondolattal. Ty si aj videl ovcu. Lehet, hogy már te is láttál juhot. Nem môžeš sa podeli s tým, čo máš vo svojom srdci. Békesség néktek, drága testvérek. Pokoj vám, milovaní bratia. Drahí bratia. Egész gyerekkoromban kecskéket pásztoroltam. Celé detstvo som sa venoval paseniu kôz. Úgyhogy igen, a kecske ano, sok gonoszságot tesz. Viem to potvrdiť, že veľa zla narobí koza. Hát volt olyan, hogy a kecske felugrott az udvarba, míg kergettem ki, és a fából lecsípelt egy-két ágat. Stalo sa aj to, že kým som naháňal jednu kozu, tak ona vyskočila na strom a jeden, dva konáre odlomila. Általában az a fa kiszárad. Zväčša ten strom potom aj vyschol. Čiže a kecske eléggé sok rosszat is csinál. Takže tá koza narobí veľa zla, veľa škôd.
ősszel, amikor voltam itt, talán elmondtam. Na jeszen, keď som tu bol posledne, som asi povedal. Nyáron Romániába utaztam. Cestoval som v lete do Rumunska. Bulgáriába, Románián keresztül. Do Bulharska vlastne cez Rumunsko. Gyermekeimmel, feleségemmel. Mojimi, rodinkou, manželkou, dietkami. És Romániába, Duna deltába egy olyan képet láttunk. A v Rumunsku na delte Dunaja sme videli taký obraz. Ment egy pásztor. Šiel jeden pastier. És egy vékony töltésen vonultak. Na takej tenkej hrádzi sa presúvali. És mellette volt az országút. A vedľa neho bola diaľnica. Tehát a pásztor ment így egyenesen előre a töltésen. Pastier is jel po hrádzi vpred. A pásztornak a jobb kezén mentek a juhok hosszan egymás után. Po pravej ruke ovečky išli dlho, ako v takej dlhej čiare za ním. És a pásztor bal kezénél hosszába mentek egymás után a kecskék. A po ľavej strane pastiera išli pozdĺž kozy. Rögtön a bibliai kép jutott eszembe. Okamžite mi naskočil ten biblický obraz. Megy a pásztor elől. Ide pastier vpred. Jobb kezen a juhok. Po pravej ruke bal ovečky. Bal kezen a kecskék. Po ľavej kozy. Ez számomra már egy nagy tanítás volt. Ez pre mňa to bolo obrovské učenie v tom momente. Igen, amikor Péter kérdezte, hogy milyen nevei vannak Jézusnak, én akartam mondani azt, hogy ajtó. Keď sa Peťo pýtal, že aké mená má Pán Ježiš, mňa okamžite napadli dvere. De hát végül is elmondta Péter. Nakoniec sme to aj spomenuli. Jézus, hogy ő a jó pásztora, és az ajtón keresztül, aki bemegy, az jó megy be, jó helyen. A že ten, ktorý vlastne tými dverami, tým Pán Ježišom vchádza, to sú tie najlepšie dvere. Uh-huh. Akartam egy-két gondolatot megosztani, ami ugye szívembe van. Chcel som sa podeliť o jednu-dve myšlienky, ktoré mám v srdci. Tehát azokat, hogy fontos, hogy ott legyünk testvéreim, ahova Isten helyezett bennünket. Tá prvá by bola, že je dôležité, aby sme boli tam, kam nás postavil Pán. Ugye vasárnap teljesen teli volt ez a közösségi Pamätáte hely. Si ešte, že toto zhromaždenie bolo preplnené v nedeľu. És olyan látásom volt. Mal som takú predstavu, také videnie. Hogy nagyon jó lenne, ha ugye hallottuk, hogy voltak Ausztráliából, Olaszországból, sok más országból testvérek. Mal som takú zhromaždenie, že tu boli z rôznych krajín, z Rakúska, z Ausztrálie ľudia, z mnohých teda krajín. A bibliai képbe azt olvasok, hogy Jézusnak 12 apostola járt Jézus idejébe. V Biblii čítame, že közelebbiek. V časoch Pána Ježiša s ním chodilo 12 apoštolov. Itt azért sokkal több volt. Ale tu bolo oveľa viac tých apoštolov. És ha magunk helyünkön vagyunk, a ak my sme na svojom mieste, akkor valljuk azt, hogy az evangéliumot sokkal hatékonyabban most ma tudjuk hirdetni. Tak vyznávame to, že dnes vieme evangélium hlásať oveľa efektívnejšie. Mint bármikor más időben. Ako kedykoľvek predtým. Ugye, mert vagyunk sokan. Pretože sme mnohí. Hallgatjuk az evangéliumot. Počúvame evangélium. Ha a szívünkbe fogadjuk. A keď ho príjmeme do srdca. És akkor kell, hogy hirdessük. Tak je potrebné, aby sme ho hlásali. Én gondolom, hogy mindjárt úgy vagyunk, ha valami nagyon fontosat látunk. Myslím si, že mnohí sme s tým tak, že keď vidíme niečo veľmi dôležité, akkor nem tudjuk nem megosztani. Tak si to nevieme nepodeliť s tým druhým. Ugye fél éve láttam, hogy itt a helikopter robbantást csinált, itt a vár felett. Pred pol rokom som to videl, bola tu také predstavenie, kde helikoptera simulovala výbuch. Elmondtam másoknak, mert én még ilyet nem láttam élőben. A povedal élőbe. Som o tom mnohým, lebo som tak ešte naživo nikdy nevidel. Mennyire fontosabb, ha amit Istentől tanulunk, látunk. A okolko je dôležitejšie to, čo vidíme od Pána Boha, čo sa naučíme. Az, hogy megosszuk. Aby sme sa podelili. Megosszuk a gyakorlatban. Podelili v praxi. Most április 1-én. Na 1. apríla. Visszaemlékeztem, hogy 16 éve járok már a lepra telepre. Už chodím 16. rokom do táborov pre malomocných. Amikor elmentem először, keď som tam išiel poprvýkrát, hát azt gondoltam, lehet egyszer, kétszer ott leszek közöttük, és tak ennyi. Tak som to tak predstavoval, že možno raz, dvakrát budem medzi nimi a koniec. És amikor 16 éve eltelt, teraz, že ubehlo 16 rokov, azt láttam, és arra jöttem rá, uvidel som a pochopil som, hát Isten akarta, hogy ezt tegyük.
že Pán Boh chce, aby sme toto robili. Nagyon sokszor azt gondoltam, hogy biztos Isten már nem akarja, hogy oda járjak. Že možno Pán Boh, že nechce, aby som tam chodil. Hát ugye ez anyagi vonzata viete, van. Viete, to má finančné időodaszánás, obetovanie času, fáradtság, únava, hosszú utazások, dlhé cestovania. Hát gondoltam, hogy povedal, mikor már három éve jártam, gondoltam, biztos már tovább nem fog járni. Ja som si povedal, že ja už asi viac nebudem tam chodiť. Aztán rájöttem, ale prišiel som na to, hogy Isten akart, hogy ezt tegyük. Že Pán Boh chcel, aby my ezért tesszük. Že preto to robíme. És hiszem, testvéreim, hogy ugyanúgy tomu, bratia, sestri, Isten bennünket, ahova elhelyez, hogy szolgáljunk, postavi, ő akarja, slúžili, hogy végezzük azt a munkát. Tak on chce, aby sme vykonávali tú prácu. Tehát, ha valakinek Isten azt mondta, hogy eredj a takže, táborba, és hirdesd povie, a cigány testvéreknek az evangéliumot, tábora pre malomocných, alebo choď medzi Romov, akkor nem kell megállni. Tak netreba zastaviť. Még ha nehéz is, aj keď to je ťažké, akkor kell folytatni. Je treba v tom pokračovať. Ha valakinek azt mondja, hogy eredj a vakok helyére, ahol vakok vannak, gyerekek vagy felnőttek, Pán Boh, aby slúžil slepým, akkor cselekedjed, tak konaj, folytassad. Pokračuj. És én hiszem, hogy Isten akarja, hogy mindenütt, ahol vagyunk, a ja verím tomu, že kdekoľvek teda sa my nachádzame, hogy az evangéliumot hirdessük. Tak by sme mali hlásať evangélium. Amit Péter különösen megfogott, ahogy mondtad, to, čo Peter ma veľmi chytilo v tom, čo si hovoril, hogy az első az a család. Že prvá je rodina. Most, ahogy növekszenek az én gyermekeim, teraz, že aj moje deti rastú, és olyan jó látni, hogy a gyerekek is akarják Krisztust követni. Je to také úžasné vidieť, že aj deti chcú nasledovať Pána Ježiša. Ők fejlődnek a hitben. Oni sa vyvíjajú vo viere. A keresztény jellem kezd bennük látszó lenni. Začína sa v nich prejavovať ten kresťanský charakter. A keresztény szeretet kezd bennük ébredezni. Tá kresťanská láska sa v nich prebúdza. És ők is ugyanúgy szeretnék, ha az ő korosztályoknak csak Jézusról lehetne beszélni. Aj oni by tak túžili potom, aby mohli hovoriť svojim rovesníkom o Pánu Ježišovi. Ők beszélnek is Jézusról az ő korosztályoknak. Robia to, hovorí csak az fáj nekik, nem mindenki akarja befogadni. Len ich to strašne bolí, že nie každý to chce prijať. Tehát a legfontosabb számomra is, hogy amit átélünk, azt a családba is átadjuk. Pre mňa je veľmi dôležité, aby to, čo prežívame, sme mohli odovzdať v našich rodinách. Mert olyat is hallottam egyszer, pretože také som raz počul, hogy volt egy lelkész, aki mindenkit szeretett, že bol jeden pastor, ktorý každého miloval, aztán mondta a felesége, ha még itt is úgy tudna szeretni, mint az embereket szereti. A jeho manželka smutne povedala, keby aj tu vedel doma tak milovať, ako ti. Tehát vagyunk néha mi testvérek úgy, hogy mindenkit akarunk Krisztushoz vezetni, csak sokszor a családunkat elfelejtjük. No, sme tak služobníci, že častokrát chceme každého priviesť ku Kristovi a zlyhávame v rodine. És ez azért vakuca. A to je preto slepá ulica. Mert a családunk az a mérce. Pretože naša rodina je tým merítkom. Arra nézve, hogy a többiek fognak hinni. Že tí ostatní budú veriť. Hát ha azt látják a testvérek. Keď to vidia bratia, sestri. Vagy a kívülállók. Alebo tí zvonka. Hogyha családba hidegek vagyunk, že keď sme studení, taký chladný v rodinách, mit akarunk átadni másoknak. Čo chceme odovzdať tým druhým. Tehát számomra ez a fontos, hogy a Krisztusi szeretet, pre mňa je teda dôležité, aby tá Kristova láska, amit itt megélünk most, ktorú tu zažívame, azt éljük meg a családjainkban, aby sme ju zažívali aj v rodinách, és aztán osszuk meg. A potom sa o ňu podielme. Tehát ez a szívemben volt, hogy Isten mutatja, hogy kik to voltunk. To som mal na srdci, že Pán Boh nám ukazuje, kým sme boli. Mutatja, hogy megtértünk. Ukazuje na to, že sme uverili. És ezért szeretnénk szolgálni, mert mi megizleltük, hogy jóságos az Úr. A my preto chceme slúžiť, lebo sme zakúsili, že je dobrotivý náš Boh. És ezért akarunk mindenkinek osztani. A preto chceme ezt a szeretetet. Rozdávať tú lásku. És én hiszem, testvérek, hogy ahol hirdetjük, ott lesz gyümölcs. A ja verím tomu, bratia, sestri, že keď to hlásame, tam bude ovocie. Csak ma valahol a keresztények azért hidegek, mert nem, azért nem látnak gyümölcsöket. Ale preto dnes sú kresťania takí chladní a nevidia tí ovocia. Mert nem élik meg. Pretože nepraktizujú. A gyakorlatban. Nepraktizujú vieru v praktickom živote. Tehát a kereszténység,
kresťanstvo. Az a prédikáció, to je kázeň, és a gyakorlat, a prax, egysége, v rovnováhe. Ennyi. Köszönöm. Toľko som chcel odovzdať. Ďakujem pekne. Jó, to mondtál. Ďakujem pekne, veľmi dobré veci si spomenul. A ja by som teraz povedal toľko, že még annyit szeretnék elmondani. Zajtra Pán Boh dá silu a zdravie, tak pôjdeme so Zuzkou a teda s mojou manželkou a s Csongorom do Anglie. Holnap, ha az Úr ad erőt, és akkor Zsuzsikával és Csongor testvérrel megyünk Angliába. Máme tam školy, ktoré vannak ott iskoláink, bibliaiskoláink, melyek tež gázzal haladnak előre. A ja by som vás veľmi prosil, aby ste sa modlili za nás. Nagyon szépen kérnélek benneteket, hogy támogassatok minket imáitokban. Prinášam vám pozdraví aj zo Stuttgart, od stuttgartských romov. A stuttgarti romáktól is hozok nektek üdvözleteket. Bol som s nimi včera na Skype. Voltam velük, skypoltam velük a tegnapi nap folyamán. A takto prevázame biblické hodiny. És ilyen módon gyakoroljuk a bibliaórákat velük együtt. A teraz, keď pôjdem do Nemecka, tak vlastne so všetkými s nimi sa ešte osobne stretnem. És most, hogy majd fogunk Németországba is utazni, akkor mindnyájukkal találkozok. No a prvý ročník majú aj oni za sebou. És az első évfolyamot is ők szerencsésen elvégezték. Takže príjmite tieto pozdravenia. Fogadjátok szívesen ezeket az üdvözleteket. Od milého Lenárta posílame pozdraví do Lenártom Ukrajiny, ale szeretnénk do Ukrajnába, de ruských častí, de orosz részekre is üdvözletet küldeni. Malomocných. De a leplások területeire is küldjük az a szeretetteljes üdvözleteket. Máj tam budem. A takisto veľmi sa tešíme, chcel by som vám predstaviť Boglárku. És nagyon örvendezünk, szeretném nektek bemutatni Boglárkát is. Ona pred pár dňami prijala Pána Ježiša. Néhány napja van annak, hogy elfogadta az Úr Jézust. Aj s jej milým manželom, Zsoltom. Az ő kedves férjével is, Zsoltal. Máme z nej veľkú radosť. És nagy örömet okozott nekünk. Aj a cítime aj takú zodpovednosť. És olyan felelősséget is érzünk egyben. Aby sme im boli oporou. Hogy támaszuk lehessünk. Lebo už nejaké zmeny nastávajú pri tom dieťatku, čo sme sa modlili. Mert már változásokat láthatunk, bizonyos változásokat a gyermeküknél. Ale sú to veľmi malé kročky. De ezek csak nagyon kicsi gyermek léptek egyenlőre. Ale veríme, že do úplného víťazného konca Pán Ježiš de bízunk abban, hogy teljes győzelemhez vezetheti őket az Úr Jézus. Chceme pozbudiť Boglárka. Szeretnénk téged buzdítani, Boglárka. A stoj pevne vo viere. Aj szilárdan a hitedben. A tvoje oči budú vidieť spasenie. És a te szemeid látni fogják a megmentést. A tvoje srdce sa bude radovať. És a te szíved örvendezni fog. Tvoju radosť nikto od teba nevezme. Senki nem veszi el a te örömödet. Teším sa, že máme medzi sebou aj sestričku z Bratislavy. Örülök annak, hogy Pozsonyból is érkezett közénk a mi testvérnőnk. Buď požehnaná, sestrička. Légy áldott, testvérnőnk. Si srdečne medzi nami vítaná. Szeretettel üdvözlünk itt közöttünk. A tak sa lúčim es. Fogadjátok az áldást. Primíme požehnanie. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme. Milosť Pána Ježíša Krista. Istennek szeretete. Božia láska. És a Szent Szellemnek közössége. A spoločenstvo Ducha Svetého. Legyen és maradjon mindnyájatokkal. Nech je a zostáva s vami. Amen. Menjetek békébe. Chodte v pokoji. Thank you.